Holnap tartják a szerbiai köztársasági képviselőház alakuló ülését. A december 17-i választáson résztvevő 18 listából 10 szerzett képviselői mandátumot és lehetőséget a parlamenti munkában való részvételre. Napirenden szerepel majd a képviselők mandátumának hitelesítése, a házelnök és a képviselőház alelnökeinek megválasztása, a főtitkár kinevezése, a munkatestületek tagjainak megválasztása, valamint a nemzetközi szervezetek munkájában résztvevő állandó parlamenti küldöttek megválasztása is. Zajlik a megemelt nyugdíjak folyósítása Szerbiában. A legtöbben február 10-ére várhatják járandóságukat a folyószámlájukra. Ez azt jelenti, hogy ezen a héten mindenki megkapja a pénzét. Elsőként az egyéni vállalkozók kapták készhez a pénzüket. A következő kiutalás holnap, február 6-án lesz, amikor a katonai és a földműves nyugdíjak érkeznek meg az érintetteknek. Azok a polgárok pedig, akik a postán veszik fel a juttatást, vagy személyesen kapják készhez, február 8-án számíthatnak pénzükre. A januári nyugdíjakat egyébként 14,8%-kal emelték meg az országban. Hackerek támadták meg a Szabadkai Városháza információs rendszerét hétvégén. A támadás miatt a rendszert egy időre le kellett kapcsolni az internetről. A hacker támadás problémát okozott a belső rendszerben, ami megnehezíti a munkát. A Városháza információs rendszerében ennek okán egyes becslések szerint akár egy hétig is hibák léphetnek fel. Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy az alkalmazottak emiatt nem tudnak hozzáférni az e-mailjeikhez. Ettől függetlenül azonban a szubotica.rs honlap zökkenőmentesen működik, teszik hozzá.